Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Rengeteg aktuális kérdés van, amelyet érdemes feldolgozni, és ezeket az aktuális kérdéseket ma Barca Attilának, Sopron és térsége országgyűlési képviselőinek fogom feltenni, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Én is köszöntöm a televízió nézőit, és köszönöm a meghívást. Képviselő úr, ugye most már lassan egy éve, hogy második ciklusát kezdte meg a parlamentben. Az előző ciklusban egy világjárvány nehezítette meg a mindennapokat, és komoly döntések elé állította az országgyűlést, illetve a kormányzatot. És aztán, ugye amikor elkezdődött a jelenlegi ciklus, akkor pedig már tartotta az ukrán-orosz háború, ami a legfontosabb téma Európában és hazánkban is, ugye? Így van, nagyon aggasztó az a helyzet, ami történik. Most már több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, és nekünk ezt a konfliktust nem amerikai, nem orosz, hanem magyar szemüvegen keresztül kell vizsgálni és kell nézni. Nagyon sokan meghalnak nap mint nap ebbe a háborúba, és ami számunkra különösen nagy probléma, hogy kárpátaljai magyar közösséget is besorozzák, így magyar áldozata is vannak ennek a konfliktusnak. Mi a mielőbbi béketárgyalásokat és a tűzszünetet szorgalmazzuk, és éppen ezért az országgyűlésben nagy többséggel el is fogadtunk egy békepárti határozatot. Mi ennek a határozatnak a célja és az üzenete? Tehát, hogy miért pont ezt találta ki a magyar kormány, hogy béke? A békepárti határozat az 8 pontból áll, és én azt gondolom, és úgy vélem, hogy mind a 8 pont evidencia. Talán úgy is fogalmazhatnák, hogy a jó érzésű magyar ember számára ezeknek a pontoknak a támogatása nem lehet kérdés. Éppen ezért óriási csalódás az, hogy a mi hazánkunk kívül az összes többi ellenzéki párt vagy nem támogatta ezt a nyilatkozatot, vagy pedig nem szavazták meg. Ahogy mondtam, 8 pontból áll, és például az első pontnak az a lényege, hogy kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett, ami teljes evidencia. Aztán a második pont az, hogy elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és kiállunk Ukrajna területi szuverenitása mellett, és amellett, hogy joga van az önvédelemhez. Én azt gondolom, hogy ez is olyan, ami teljesen egyértelmű, de ezt mégse támogatták. A 3-as és 4-es pont az a gazdasági helyzetre vonatkozik, hogy a gazdasági szankciók nem vezetnek eredményre, és hogy kerüljük el azt, hogy ez Magyarország számára hátrányos és nehéz legyen, hiszen azt gondolom, minden magyar család saját magán érzi a háború nehéz gazdasági hatásait, akár az inflációban, akár pedig az árak emelkedésében. Nem szabad azt elfelejtenünk, amit az a békepárti határozat is rögzít az 5. pontban, hogy Magyarország történetének a legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre Ukrajnával szemben. Befogadjuk azokat a menekülteket, amik onnan érkeznek, naponta sok esetben 10 000 fölöttiek a száma, és minden segélycsomagot és minden segítséget megadunk, hogy őket el tudjuk látni, és külön felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kárpátai magyar közösséget hátrányosan érinti ez a háború, ezért is kell kiállni a béke mellett. És a pontnak a végén, ugye a 7-es és a 8-as részben pedig amellett állunk ki, hogy a fegyverszállítások azok a konfliktusnak az eszkalálódásához vezetnek, mielőbbi béketárgyalásra van szükség, és csak azonnali tűzszünettel lehet a békét megteremteni, és lezárni ezt a konfliktust, ahogy a történelemben az összes háború mind béketárgyalásokkal ér véget. Itt van egy komoly talán félreértés. Mi nem azt mondjuk, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén kellene meghúzni a határokat, mi azt mondjuk, hogy legyen béke, és utána tárgyalásokkal oldódjon meg ez a konfliktus, természetesen a nagyhatalmaknak a hathatós közreműködésével. Mi az, ami ebben egyébként nem elfogadható, akár a nyugati politikusokat hallgatva, akár pedig akár a saját jelenleg is működő ellenzéket hallgatva, több olyan pontot is mondanak, ami szerintük ebben nem jó, de mivel indokolják, mivel indokolhatják? Nézze, én nem jó kedvemben mondom azt, hogy az ellenzék háborúpárti, és a dollárbaloldal háborúpárti, és még kevésbé jó kedvemben mondom azt, hogy ez így van a soproni ellenzékkel is. Az ellenzéki pártok ezt a békepárti határozatot nem támogatták. Ezeknek az ellenzéki pártoknak vannak soproni önkormányzati képviselői, Supka Kovácsné, Holzhofer Tünde, Jakál Adrien, Németh Imre vagy Simon Zoltán, és ugye ne feledkezzünk meg dr. Werner Koloman országgyűlési képviselőről.
ezek a pártok ezt a békepárti határozatot nem támogatják, tehát ha nem támogatják, akkor bizony nem értenek egyel ezekkel a pontokkal, amik az én meglátásom szerint evidenciák, és a béke irányába hatnak. Tehát ki kell mondani az igazságot, hogy háborúpárti az ellenzék. Ha nem így van, akkor én várom azokat a nyilatkozatokat, jelzéseket, ahol valamilyen hasonló határozattal, vagy akár ennek a támogatásával itt helybe kiállnak a béke mellett. Képviselő úr, komoly gazdasági hatásai vannak ugye a háborúnak, akárhogy is nézzük. A Sopron és a környékbeli családokat is jelentősen érinti mindez. Mit tehet ez ellen Magyarország, mit tehet ez ellen a kormány, vagy akár az országgyűlés? Ugye a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozzák a gazdasági nehézségeket. Hogyha valamit kipróbálok, és egyszer vagy kétszer nem sikerül, akkor nem gondolom azt, hogy tízszer vagy tízedszer is ki kell próbálni, pedig ugye most tartunk a tizedik szankciós csomagnál. Ezek a szankciók többet ártanak az európai gazdaságnak, így hazánk gazdaságának is, mint az orosz gazdaságnak. Hiszen a megnövekedett energiaárak miatt, illetve az ő Kína-India irányába kialakított kapcsolatrendszerük miatt az orosz gázt el tudják adni, és nagyobb profitra tesznek szert. És ezek miatt a gazdasági nehézségek miatt az energiaárak elszabadultak, és ez Magyarországnak a tavalyi esztendőben 4000 milliárd forint többletköltséget jelentett. Ez óriási pénz, és hatalmas munka van abban, hogy a kormányzattal és a gazdasági bizottsággal dolgozunk azon, hogy meg tudjuk őrizni a legfontosabb eredményeinket. És ez például a 13. havi nyugdíj, amit a nyugdíjasokkal megkötött szövetség értelmében meg tudtunk adni és tartani tudjuk, de ilyen a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig, amiről most megszületett nemrég az a döntés, hogy az idejében is fent tudjuk tartani ezeket az árakat, de alapvető fontosságú nekünk a családtámogatás és az adókedvezményeknek a rendszere, amit szintén meg tudtunk őrizni, sőt ezeket ugye bővíteni tudtuk és bővíteni szeretnénk. Beszéljük egy picit Brüsszel és a magyar kormány viszonyáról, hiszen rengeteg, vagy legalábbis számos vitás kérdés áll szembe a kormány és Brüsszel, ilyen az illegális bevándorlás, bár itt már látok olyan jeleket, amikor már úgy döntenek, hogy lehet, hogy máshova is lehet kerítést építeni, bár minket nagyon sokat támadtak emiatt, vagy pedig a gyermekvédelemre gondolunk. Jogi vagy politikai jellegű viták ezek? Ha Brüsszelről beszélünk, akkor nekem sajnos elsőként a kettős mérce szokott eszembe jutni, de szeretném azt leszögezni, hogy Magyarország mind a NATO-nak, mind pedig az Európai Uniónak elkötelezett tagja. És abban hiszünk, hogy a problémákat úgy kell megoldani, hogy a közösségen belül érjük el, hogy a jó irányba, a helyes irányba haladjunk tovább közösen. És hát ez a célunk az Európai Unión belüli politizálásunkkal is, a magyar kormánynak és a jobb oldalnak. Ezek kizárólag politikai viták. A helyreállítási alap és az intézkedési terveket már az Európai Unió is elfogadta, így semmilyen jogi akadálya nincsen annak, hogy Magyarország a neki járó uniós pénzeket megkaphassa, és ezzel a településfejlesztés még dinamikusabb legyen. Sopron, Falvak, az ország településeire gondolok. Tehát amikor Brüsszelben kiállnak Magyarország ellen, és azon dolgoznak, ezt Gyurcsány Ferenc egyébként teljesen nyíltan elismerte, hogy Magyarország ne kapja meg az Európai Uniós pénzeket, akkor azzal kimondottan a soproni fejlesztések ellen is dolgoznak. Tehát ez kizárólag jogi kérdés, mi más gondolunk a gender ügybe, más gondolunk a gyermekvédelem ügyébe, és más gondolunk migráció ügybe, és ezért blokkolják a nekünk járó hazai forrásokat. Magyarország egy szabad ország, mi azt mondjuk, hogy mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, egyszerűen azt szeretnénk a gyermekvédelmi törvénnyel, hogy a kiskorúak számára ne tudjanak olyan tartalmak megjelenni, amik az ő fejlődésüket egyoldalúan befolyásolják valamilyen irányba. Migráció kérdésében pedig, ahogy ön is említette, 2015-öt ne felejtsük el, amikor onnan indultunk, hogy azt mondta az egyik MSZP-s politikus, hogy a bevándorlás áll probléma, amit a Fidesz kreált, aztán előzönölötték Európát a gazdasági bevándorlók, Magyarországot is, emlékezzünk vissza, hogy mi volt a keleti pályaudvaron, és hát innen eljutottunk egészen odáig 2022-re, hogy Manfred Weber azt mondja, hogy kerítést kell építeni. Tehát igaza lett Orbán Viktornak és a jobb oldalnak, ezt belátták, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb csak időkérdése, hogy Európa be fogja látni azt, hogy nekünk van az igazunk a gyermekvédelmi ügyben, és nekünk van igazunk a békepártiság ügyében is, hiszen ezek olyan súlyos problémák, amelyekre oda kell figyelni, ugyanis a harmadik világháború veszélye itt van, és hogyha a harmadik világháború kirobban, akkor az már egy atomháború lesz,
amilyet a világ még nem látott. Azért azt gondolom, hogy itt mindenféle ideológiák mentén beszélgethetünk, de be kell látni, hogy a legfontosabb a béke, a tűzszünet és a tárgyalások. Reméljük, hogy mi hamarabb a béke irányába lép majd a Európa és a világ is természetesen. Képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, mindig örömmel jövök. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!